Katonásan sorakoznak a kiszortírozott tartós élelmiszer csomagok a Jászapáti Városháza házasságkötő termében. Ezt a jelentős mennyiségű adományt a korábban bemutatott támogatói számla számon összegyűlt összegből vásárolta az önkormányzat, annak érdekében, hogy a járványos időszakban támogatni tudja a rászorulókat. Elsőként a képviselőtestület tagjai mutattak példát. Képviselőtársaimmal együtt 50-50 ezer forintot befizettünk, és kértük, akinek lehetősége van arra, hogy csatlakozzon, hogy csatlakozzanak ez a kezdeményezéshez. Gyakorlatilag a általunk befizetett 450 ezer forinthoz még gyűlt össze forrás, hiszen 775 ezer forint jelent meg ezen az alszámlán, önkormányzatunk alszámláján. Nagy tisztelettel köszönjük az adakozóknak a hozzájárulását. A csomag tartalmaz fertőtlenítőszert, amire ugye most nagy szükség van mostanság. Konzerveket tartalmaz, tejterméket, kenyeret, ezeket felajánlásba kaptuk, a tejet és a kenyeret, rizscukrot, egy kicsi rágcsálnivalót, illetve tésztát. 100 család számára tudunk egy átmeneti könnyebbséget biztosítani. Az összeállítást, a beszerzést a polgármesteri kabinet munkatársai végezték, és a csomagok összeállítását, valamint a házhoz szállítását is ők fogják végezni a két közterületfelügyelő kollega segítségével. A 4000 forint vásárlóérték mellett a helyi tejüzem tejet, illetve a Sütőház Kft. Kenyeret ajánlott fel még a csomagokban, amit ki is szállítottak. A kis nyugdíjasoknak ez jelentős támogatás. Kenyér, meg ezek mind nagyon szükségesek. Egy kéthetes bevásárlásnak megfelel. Annyi idő alatt tetszik ezt beosztani nagyjából? Igen, hát egyedül vagyok. Valahol nagy meglepetést okozott a karitatív kedvesség, s akadt, aki meg is hatódott, de mindenhol jó helye lesz az önkormányzati segítségnek. A maradék összegből a közeljövőben két ózongenerátort fog a város vásárolni, ezek az egészségügyi intézmények levegőtisztításáról fognak gondoskodni.